5 perc alatt végeztek ki 12 embert Párizsban Mohamedről készített karikatúrák miatt. Láttam a tévében, szörnyű. Hú, nem hallottam, ne haragudjatok, nem tudok róla. Felháborító. Borzasztó. Hát, megbotránkoztató. Na, hát elképesztő, de én úgy gondolom, hogy ebben a világban semmi nem kell már csodálkozni. Ledöbbentem, hogy ilyen történik ártatlan embereket. Azok halnak meg, ártatlan emberek. Ezek terroristák. Ezek nem emberek. Ilyen világban élünk, és így kell elfogadni, nem tudunk mit csinálni. Nem tudom, hogy hova vezet ez a nemzetközi terrorizmus. Nem szabad ilyenöket csinálni. Egy, miért? Hát, hogy se karikatúrát. Tehát mi egyik vallás tisztelje a másikat, nem? Miért nem tisztelik emberek másiknak a vallását? Mit kell kúnyolódni? A vallási gyűlölet mindig rossz útra megy, tévútra megy. De ez a hibás ön szerint, hogy valaki karikatúrát rajzolt? Az abszolút nem. Hanem mondom, az a vallási gyűlölet, az az ellenségeskedés, amely tulajdonképp az egész világot eluralja. Ez már tényleg a túlbuzgó vallási fanatizmus. Hát ez szinte hihetetlen, hogy ilyen megtörténhet. Én csak az két fiatal embernek szeretnék a lelki világából belátni, hogy ezt miért csinál. Ezek talán nem is emberek, akik ilyet csinálnak. Ez a bizonyos vallás, ez ki akarja írtani a nem őket hívő embereket. És hát, hogy ilyeneket lehet csinálni, nem tudom, hogy lehet ez ellen védekezni. Magyarországon ön szerint előfordulhat ilyesmi? Én félek, hogy igen. Bárhol a világon. Elő, mert itt is elég nagy a fajgyűlölet. Itt is előfordulhat az, hogy berontanak egy szerkesztőségbe, és... Persze. Tehát annyira nincsenek itt vallási fanatikusok szerintem, de előfordulhat itt is, és szerintem fog is, amilyen minőség meg viselkedés van mostanában az országban.